A magyar történelem legfájóbb sorscsapására a 96 évvel ezelőtt aláírt trianoni békediktátum évfordulójára emlékeztek Kistarcsán június 3-án. A megemlékezésen a Simándi József általános iskola fúvós zenekarának kíséretében szólalt meg a himnusz, majd Kistarcsaváros polgármestere Solymosi Sándor idézte fel beszédében az 1920. június 4-i események tragikus következményeit. Tisztelt emlékezők! Már 96 éve, hogy Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Burgerland nem magyarországi terület. Hetedik osztályos gyermekem épp a múlt héten írt dolgozatot a trianoni eseményekről. Amikor a témáról beszélgettünk, példákkal próbáltam elmagyarázni, hogy mit érezhetek akkor az anyaországi és a határon túlra került magyarok. Persze, csak sejthetjük az akkori állapotokat, érzelmi felindultságot. Vajon milyen fokú megdöbbenést, megalázottságot, fájdalmat érezhettek? A trianoni békediktátum után, amint az új határok kiépültek, azonnal megindult a magyarok hátrányos megkülönböztetése. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés után az utódállamokban maradt magyar értelmiségieket és hivatalnokokat hűségesküre kötelezték. Nem mindenki tette meg, sokan kifejezetten megtagadták. Emiatt elveszítették a munkahelyüket, sőt, nagyon sok családnak el kellett hagynia az országot. Az első világháború utáni években valóságos népvándorlás kezdődött az erdélyi magyarság körében. Emberek ezrei egyik napról a másikra batyut ragadtak, és családostul áttelepültek Magyarországra. Sokan úgy tartották, a magyarságnak sem a közeli, sem a távoli időkben nem alakulhat ki élhető jövője az új állam területén. A kitelepülés persze a hatóság is szorgalmazta. Erdélyben kitelepítő bizottságok alakultak. Kolozsvárról 20 ezer magyart akartak mielőbb kitelepíteni. Többek között Teleki Pál miniszterelnök is kérte az erdélyi magyarokat, hogy maradjanak szülőhelyükön. Az ottani lapok naponta szólították meg így az ott élőket. Idézett egy 1920-as kolozsvári lapból. Magyarok, maradjatok! Minden héten, amikor összeállítjuk a kiutasítottak névsorát, megismételjük a felhívást. Ne menjetek el innen, magyarok! Maradjatok! Az erdélyi magyarság intézményei most gyámolító nélkül maradt, saját erejére van ráutalva, saját szorgalmából, saját képességeivel, saját eszközeivel kell erdélyi kultúr feladatait megvalósítani.
Minél többen mennek el, annál nehezebb, annál kritikusabb azok helyzete, akik itt maradnak. Aki itt született, itt nevelkedett, annak szent kötelessége, hogy akkor itt legyen, amikor a magyarságért nélkülözni és szenvedni kell. Hiába voltak a megindító szavak, szólamok. Aki menni akart, nem lehetett visszatartani. Sokan azonban otthon maradtak. Sőt, volt olyan is, aki épp ekkor tért vissza szülőföldjére. Mutatta a példát, az erőt, Benedek Elek. Mert maradni kellett. Megmaradni. És mi, itt az anyaországban, majd 100 évvel később azt látjuk, hogy azoknak köszönhető a megmaradás, akik otthon maradtak. Varga Dorka Babits Mihály Áldás a magyarra című versét szavalta el. Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza egyenlő volt mindig. 1000 év óta már, és mindig az marad. Mert nem darabokból összetákol darab. Egy test a mi hazánk. Eleven valami. Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. Máskor is hevert már elkötözött tagokkal. Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal. De mihelyt fölengedt folytó köteléke, futni kezdett a vér elapadt erébe. Visszakapta, ami soha el nem veszett. Nagyobb nem lett avval, csak egészségesebb. Lám, igaz jószágunk visszatérkezünkre, bár a világ minden fegyvere őrizze. Mert erős a fegyver, és nagy hatalmasság. De leghatalmasabb mégis az igazság. Az emlékezés koszorúival fejet hajtott a trianoni emlékműnél Kistarcsaváros önkormányzata, a Simándi József általános iskola, a városi óvoda, a Kistarcsai alapszolgáltatási központ, a Fidesz-KDNP Kistarcsai csoportja, a Jobbik helyi szervezete, a Kistarcsavárosért egyesület, a Fenyvesliget egyesület, a Kistarcsai vállalkozók baráti köre, a Kistarcsai Közterület Fenntartó Kft., valamint a Kivű Kft.